Köszöntöm a Zemplén Televízió nézőit, Önök a Hír 7 című hírműsorunkat látják. Nézzük mai legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Átadták a megújult Kossuth-tömb belső sátora Jóújhelyben. 6500 diáknak csengetnek be szeptember 2-án a Sárospataki Tankerület iskoláiban. Idén is zenei különlegességeket kínál a Nemzetközi Zongora Fesztivál Sárospatakon. Két az Európai Unió által támogatott pályázati program segítségével összesen 200 millió forint értékű beruházás keretében újult meg a Kossuth-tömb belső sátora Jóújhelyben. Megoldották a parkoló vízelvezetését, amely új szilárd burkolatot is kapott. Az Eszel lakótömb mögött található parkban pedig sétányokat és játszóteret alakítottak ki. Padokat helyeztek el, illetve itt kapott helyet a minden igényt kielégítő városi illemhely is. A megújult tereket a mai napon adták át a településen élőknek. Szárazságban poros, esős időben pedig sáros volt a sokak által használt, a Kossuth-tömb belsejében található parkoló. Ennek a problémának a megoldására adott lehetőséget a Sátoraljóújhelyi Önkormányzat közlekedés fejlesztési pályázata. A beruházás során megoldották a terület vízelvezetését, és szilárd burkolatot kapott a parkírozó. A beruházás során maga közlekedő utak aszfaltburkolatot kaptak, és teljesen hatékony módon lett kiosztva a parkolónak a darabszáma tulajdonképpen. Ezeket a parkolókat térkővel láttuk el. Gyakorlatilag itt a belső parkolóba közel 100 autó fér el, ebből van két mozgáskorlátozottak részére megépített parkoló is. Az egész területnek a vízrendezése is megtörtént, egy kiemelt szegéllyel megfogjuk a vizeket, és egy nagy keresztmetszetű folyókával elvezetjük egyébként a városi hálózatba. Az önkormányzat a pihenni vágyókra, illetve a gyerekekre is gondolt. A Zöld Város program során a parkoló szomszédságában található park rehabilitációja történt meg. Sétányokat és játszóteret építettek, de itt kapott helyet a férfi-női mozgáskorlátozott illemhellyel és pelenkázóval is ellátott városi WC. Ez a gyönyörű, úgymond már akkor is újonnan lakótelep egy borzasztó kilátással élte az elmúlt 10-20 évet, és nagyon-nagyon régi álmunk valósult meg azzal, hogyha valaki kitekint az ablakán, akkor egy normális, rendezett környezetet talál, nincs Wirtschaft, nincs szemét, nincsenek hajléktalanok, akik itt bújnak el a dzsindzsásba, a fűbe. Én már nem kapom a telefonokat nap, mint nap, hogy valamit csináljak, mert hogy hangosak a játszóteret nem a megfelelő módon használják. A fejlesztés eredményeképpen kibővült a városközpont és a településen élők, valamint a városba látogatók szép, esztétikus terekkel találkozhatnak a Kossuth-tömb belsőben. Én azt hiszem, hogy amit ki lehetett hozni ebből a programból 200 millió forint értékben, az meglett, és akkor majd, mikor tavasszal befűvesedik az egész tér, akkor én úgy gondolom, hogy egy nagyon keresett és nagyon látogatott hely lett. Nagyon szép területvilágítással, úgyhogy hiszem azt, hogy mindenki örül, mert hogy hirtelenjében a belvárost, a városközpontot ezzel a térrel kibővítettük. A beruházás átadása során a város vezetői átvágták a fejlesztés lezárultát jelképező szalagot. A Sárospataki Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézményekben a 2019-2020-as tanévben 487 elsőosztályos diák kezdi meg tanulmányait. Ezzel együtt pedig mintegy 6500 diák ellátásában játszik szerepet a központ. Donko József tankerületi igazgató híradónknak elmondta, 4 járásban, 28 oktatási intézményben és 22 telephelyen indul el a munka szeptember 2-ával. A Sárospataki Tankerületi Központ fenntartásában működő oktatási intézményekben és telephelyeken minden feltétel adott ahhoz, hogy szeptember 2-ától megkezdődjön az új tanév. A tankönyvek már valamennyi iskolába megérkeztek és várják a diákokat, akik a legtöbb esetben az első tanítási napon veszik majd át azokat, mondta a tankerület igazgatója. Idén az első 9 évfolyamban mindez ingyenes a családok számára. 2019-2020-as tanévben
A Sárospataki Tankerületi Központ által fenntartott állami intézményekbe 487 elsőosztályos tanuló került beírásra. Maga a tankerület 4287 általános iskolás tanuló ellátásáról gondoskodik. Természetesen, ahogy említettem, ezek várható létszámok. Gimnáziumi tanulónk 574 fő van. A hozzátartozó kollégiumban, tehát a Sárospataki Árpád-vezér gimnázium és kollégiumában 249 tanulónk van jelenleg beírva. A művészeti oktatásban 1200 tanuló kapcsolódik be. Így gyakorlatilag, hogyha ezeket a számadatokat összeadjuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kb. 6500 tanuló ellátásáról gondoskodik a Sárospataki Tankerületi Központ. A tankerületi igazgató hozzátette, hogy az említett tanulói létszámot megfelelő létszámú tanári gárda oktatja, és ezzel együtt pedig közfoglalkoztatott technikai személyzet is segíti a munkát. Ez jelen pillanatban 780 főt jelent, de átszervezéseknek köszönhetően szeptember 1-től 100 fővel emelkedik, azaz mintegy 900-ra bővül a tankerület által foglalkoztatottak száma. Azokon a településeken, amelyek a hátrányos helyzetű települések közé tartoznak, és az ott élő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára tanszercsomagokat biztosítanak a tankerületi központok közreműködésével. A Sárospataki Tankerületi Központ területén jelenleg majdnem 1200 tanulót segít az állam tanszercsomaggal, külön kapnak az első osztályosok, külön kapnak az alsó évfolyamos tanulók, és az 5-8 évfolyam is külön megkapja ezeket a tanszercsomagokat. A Sárospataki Tankerületi Központ saját forrása terhére is igyekszik segítséget nyújtani a tanévkezdéshez, mondta az igazgató. Egy új terméket biztosítunk az első osztályosok számára, amely persze csak részben új, hiszen, ahogy szokták mondani, nincs új a nap alatt. Egy úgynevezett betűzsákot biztosítunk valamennyi első osztályosunk számára, és akkor ezzel hat kapcsoljak ahhoz a első szakmai rendezvényhez, amelyet éppen tegnap bonyolítottunk le itt a Pataki Tankerületi Központban. A leendő elsős tanítónéniket hívtuk meg, és kaptak egy bemutatót ennek a terméknek, a tanszercsomagnak a használatából. A 2019-2020-as tanév szeptember 2-án hétfőn reggel veszi kezdetét, és 2020. június 15-ig tart majd. Második alkalommal rendezi meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a Visegrádi Országok Nemzetközi Zongora Fesztiválját. Igazi zenei csemegék várnak majd a műfaj kedvelőire, hiszen többek között Szakcsi Lakatos Béla, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész és zeneszerző, Boros Misi, a Virtuózok Tehetségkutató korcsoportjának győztese, vagy éppen Szergej Kuznyecov, orosz zongora művész is a meghívott vendégelőadók között szerepel. A tavalyi nagy érdeklődés nyomán idén is megrendezik a Visegrádi Országok Nemzetközi Zongora Fesztiválját. Szeptember 11-e és 15-e között a Református templomba és az imaterembe várja a zeneszerető közönséget a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. 10 koncert várja majd az érdeklődőket, amelyek szinte valamennyi korosztály érdeklődésére számot tarthatnak, hiszen a matiné koncerttől az orgona hangversenyig számos program közül válogathatnak az érdeklődők. A zenének az a nagyszerű, csodálatos tulajdonsága, hogy ez egyetemesen szól a világ felé, amiben az egyház is van, és nyilván az a szabadsága megvan minden művésznek, hogy a saját repertoárjából hozza a darabjait, de az a nyelve a zenének, ami semmivel nem összehasonlítható és ki nem fejezhető, az úgy gondolom, hogy az emberi lelkeket és mindent, amit az egyházban is fontosnak tartunk, és éppen olyan fontos a világ számára is, az megszólítást fog jelenteni. Mi ehhez kapcsolódunk a saját üzenetünkkel, ennyiben egy kicsit valóban rendhagyó ez a fesztivál. A tavalyi évben már jó eredményét láttuk annak, hogy a teológia tanári kara konferálta fel az eseményeket, és mindenki a saját lelki és adottságai szerint tette hozzá azt az üzenetet, amit itt képviselünk a teológián, Sárospatakon és az egyházban, a világban, a magyar társadalomban. Az első programsorozat is jelentős érdeklődésre tartott számot tavaly, az idei kínálat szintén nemzetközileg is elismert zongora művészeket sorakoztat majd fel. 3600-an vettek részt a tavalyi koncerteken, most ennél kicsit többre pályázunk,
És a szeptemberi időpont elsődlegesen azért is került így meghatározásra, hogy a kollégium közösségét, meg azt az ifjúságot bevonjuk, akik biztosan Másárospatakon vagy a környéken vannak az iskola év megkezdése miatt, hiszen az egyik fő célunk volt az, hogy a nagyon izgalmas és őket körülvevő színes világból ki nem maradjon a komoly zene, és éppen úgy állítottuk össze ezt a mostani koncertsorozatot a művészeti vezetővel is, hogy feltétlenül ők is találjanak olyan részleteket, koncerteket benne, ami esetleg a további útjukat meghatározhatja. A Zongora Fesztivál szeptember 11-én szerdán este 7:30 kezdődik a Sárospataki Református templomban. A Miskolci Szimfonikus Zenekar mellett a koncerten közreműködik Bonyai Apolka zongora művész és Balázs János Kossuth Díja zongora művész is. A politikai elítéltek közössége a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön és Börtönmúzeum szervezett közös megemlékezést Sátoraljaújhelyen. A 6. alkalommal megszervezett találkozón újra bemutattak egy kiadványt, amely szintén hagyományokat követ. A Börtön civil szervezete, az Eötvös József Börtönügyi Egyesület immár 5. alkalommal adott ki egy múltfeltáró szakmai kiadványt, amely ezúttal egy DVD és annak írásos magyarázó melléklete. Mohi Sándor filmrendező 56-os erdélyi fiatalokról szóló filmjének kiadványa a Sárospatakon élő Újlaki Csaba, Rabok voltunk 20 évesen című visszaemlékezése a romániai börtönévekről. A bemutatón részt vett a rendező és raboskodást megélt Újlaki Csaba is. A megemlékezést másnap koszorúzás követte. A cirok darabból készült az is, a másik, azt nem is büntették, a másikat büntették, hogyha megtalálták valakinek a tűt. A börtönben készített túlélő eszközeit mutatta nekünk Újlaki Csaba, aki 3,5 évet töltött romániai börtönökben, miután a szabadságra vágyó ifjak szervezetében való tevékenysége miatt letartóztatták. Soha nem felejti el ezeket az éveket. Visszaemlékezése része annak a filmnek, melyet Mohi Sándor rendező készített, Swiss címmel. A Dunatáj Alapítvány rendezője 9 olyan emberrel készítette el a filmet, akik 14-15 évesen Nagyváradon alapítottak titkos társaságot, mert szimpatizáltak az 1956-os magyar történésekkel. A Securitate várt, és amikor a fiúk betöltötték a büntethető kort, letartóztatták őket. Mohi Sándor szerint ez a történet is megosztásra várt, és máig fontos feladat eljuttatni sokakhoz 1956 eszméjét. Magával a bemutatással sokat küzdöttünk, és talán még fogunk küzdeni, mert fontos az, hogy eljusson az, amit mi készítünk, főleg 56-nak a nagyon tiszta szelleme. Gyarmati Lévia, aki egyike a legnagyobb dokumentumfilmeseknek, azt mondta nekem, hogy nekem 56 szent. Hát ezzel így vagyok én is. A történelem feltárása és megőrzése a célja a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnek és Börtönmúzeumnak a kiadványokkal, amelyekben a politikai elítéltek közösségének tagjainak visszaemlékezéseit írták le. Először azokét, akik még itthon élnek, és 1945-56 között érte őket a diktatúra megaláztatása, majd később a külföldön élőket is elérték. A Rabok voltunk 20 évesen című kiadványt és a filmet a PEC tagjainak is bemutatták augusztus 24-én Sátoraljaújhelyen. Ez már az 5. ilyen kiadvány, ami a politikai elítéltek közössége az ő időszakukról szól. Volt már egy olyan kiadványunk, aminek DVD melléklete van. Most pedig ez egy DVD, aminek van egy kiadvány melléklete, és hát ez is egy olyan állomás, amit azt gondolom, hogy érdemes. Ebben kifejezetten börtöntörténeti dolgokat is tudunk olvasni. Másnap a börtönfalán kihelyezett tábla mellett emlékeztek a PEC tagjai a totalitárius diktatúra áldozataira. Az eseményen Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Rizák István egykori kárpátaljai gulágra hurcolt magyart beszélt. Őt az mentette meg a halálbüntetéstől, hogy a halálos ítéletét cirill betűkkel írták. Az ünnepségen Hubay György országgyűlési képviselő mondott beszédet, majd a résztvevők megkoszorúzták azt a táblát, amely az 1952-53-ban Sátoraljaújhelyben raboskodott politikai elítélt nők emlékét őrzi.
A Sátoraljaújhelyi Rotary Klub évek óta támogatja az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei otthonát. Jellemzően a karácsonyi időszakban visznek nagyobb adományokat a klub tagjai a pszichiátriai betegek otthonába. A szokásostól eltérően most már a nyár végén felkeresték az intézményt, természetesen nem üres kézzel. Az otthon munkatársaival egyeztetve televíziót vittek ajándékba, de a lakóknak ruhaneműt és édességet is ajándékoztak, melyeket nagy örömmel fogadtak az ellátottak. A Rotary mozgalom legfontosabb célja a rászoruló emberek megsegítése, legyen szó egészséges vagy beteg személyekről. A Sátoraljaújhelyi Klub rendszeresen támogatja adományokkal a zempléni városban, illetve a térségbeli településeken működő intézményeket. Ezek közé tartozik a pszichiátriai betegek Ricsei otthona, ahová a napokban tettek látogatást az Újhelyi Klub képviselői, illetve a Magyar Rotary kormányzója. Akik itt élnek Rizsén a szociális otthonban, a természet egy gonosz tréfája miatt sajnos nem lehetnek teljes értékű emberek, de a szeretet bennük van, ezt ma hallhattuk és láthattuk az ajándékok átadásánál, illetve nagyon szép műsort adtak részünkre. A Magyarországi Rotary 54 klubban rendelkezik, a Sátoraljaújhelyi Rotary Klub az, aki felkarolta ezt az intézményt, és hívó szavukra én is nagy örömmel jöttem, és hoztam én is ajándékokat. A Sátoraljaújhelyi Rotary Klub folyamatosan tartja a kapcsolatot a Ricsei otthonnal, így mindig olyan ajándékokat biztosítanak az intézmény számára, melyek szükségeltetnek a bennlakók jobb életminőségéhez. Ezúttal televízió került az otthonba, melyet a közösségi térben használnak majd, de ruhaneműk, illetve édesség is volt az adománycsomagban. A fogyatékkal élő embertársainknak szeretnénk egy kicsit az életkörülményeit jobbá tenni. Lehet, hogy ők ezt így tudatilag nem is fogják fel, de mindig nagy öröm számunkra ide eljönni. Egyrészt, hogy tudjuk, hogy vannak ilyen embertársaink, másrészt, amikor a csokoládét megkapják, akkor olyan öröm van az arcukon, illetve amikor a dolgozókkal konzultálunk, hogy mégis mire lenne szükségük, hogy tényleg javítsuk az életkörülményeket, akkor ők nagy örömmel fogadják azt, hogy mi idehozunk mindig ajándékot. Az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei otthonában 95 betegről gondoskodnak napi szinten. Az intézménynek az ellátottak gondozásához mindig jól jön a segítség. A lakóinknak fontos ez a kapcsolat, fontos ez a nehéz sorsban élő lakók számára ez a külső támogatási forma is. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Rotary Klubbal, minden éven meglátogatnak minket különböző alkalmakkor, amikor is különböző ajándéktárgyakat, ruhanemüket, illetve édességeket hoznak, vagy éppen amire szükség van a lakóknak. Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat a Rotary Klubban a jövőben is megmarad, és ugyanilyen formában tudunk együttműködni, mint az elmúlt évek folyamán. A Ricsei otthon támogatása ezzel nem zárult le a Rotary részéről. A Sátoraljaújhelyi Klub a ruhaneműket folyamatosan gyűjti, és kiszállítja a Bodrogközi településre. Egy-egy nagyobb ünnep vagy jelesebb alkalom adtán pedig nagyobb értékű ajándékokkal érkeznek a tagok az intézménybe. Végül pedig nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Átadták a megújult Kossuth-tön belsőt Sátoraljaújhelyben. 6500 diáknak csengetnek be szeptember 2-án a Sárospataki Tankerület iskoláiban. Idén is zenei különlegességeket kínál a Nemzetközi Zongora Fesztivál Sárospatakon. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is, viszontlátásra!